Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják december 20-án, szerdán este 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket előbb egy-egy mondatban. Megkezdték a romos épület bontását a Barátszer és Hunyadi utca kereszteződésében. Karácsonyi koncert, a Lavota János Kamarazenekar 33. alkalommal várta a komoly zene kedvelőit a Városháza dísztermébe. Erasmus Plus, a francia cukrászat rejtelmeit tanulta a Sátoraljaújhelyi diák. Sátoraljaújhelyen a Barátszer és a Hunyadi utca kereszteződésénél egy régi elhagyatott épület bontását kezdték meg. Sebes Péter önkormányzati képviselő híradónknak elmondta, hogy a napokban kezdték meg a munkálatokat, és terveik szerint néhány héten belül egy rendezett területet láthatnak majd az ott élők. Évek óta romosan elhagyatottan állt egy épület Sátoraljaújhelyen a Barátszer utcában. Sátoraljaújhely város önkormányzata mindent megtett annak érdekében, hogy minden veszélyt elkerüljenek, és az épület ne dőljön össze. Sebes Péter önkormányzati képviselő elmondta, hogy a napokban sikeresen elindultak a munkálatok. Ez egy nagyon fontos munka, mert ez a Hunyadi Barátszer sarka, ez az elhagyatott ingatlan, ez egy gócpont volt, és egy folyamat végére értünk a mai nap, amikor elkezdődhetett végre a bontás. És nem csak a bontás, hanem ugye a törmeléknek az elszállítása és a tereprendezés. Nagyon sokszor voltunk itt műszaki osztállyal, rendőrséggel, ugye az elhagyatott ingatlanba beköltöztek, be akartak költözni, és most már végre eljutottunk oda, hogy megszületett az, hogy bonthatjuk az ingatlant, és hát utána bízunk benne, hogy egy ilyen szép telek alakul itt ki, és megszűnik az az áldatlan állapot, amit a Hunyadi Barátszer utca sarkán évekig volt. A képviselő elmondta, hogy a kivitelezők pár héten belül végezni fognak a munkálatokkal. Nagyon hosszú folyamat volt, amíg ahogy ismétlen önmagam, ahogy a végére értünk. Azért ma már eljutottunk oda. Még az múlt héten lett volna a bontás, de még a múlt héten ugye vezetékeket ki kellett kötni, az MVM-nek kellett itt dolgoznia, és ma már fölvonult a kivitelező, és hát azt ígérte, hogy nagyon gyorsan végzi a munkáját. Máshol is volt már vele kapcsolatunk, és tényleg profin végezte a munkát. Sebes Péter hozzátette még, hogy a munkálatok befejezésével tájékoztatni fogja az ott élőket. Idén a Károlyfalvi római katolikus templomban tartotta karácsonyi ünnepségét a Sátoraljaújhelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, melynek vezetője szerint egy kisebb közösség számára az év egyik legfontosabb eseményén fontos a közösen eltöltött idő is. A műsort idén a helyi asszonykórus és a helyi óvoda növendékei adták. Sátoraljaújhely város német nemzetiségi önkormányzata minden éven megszervezi karácsonyi ünnepségét Károlyfalván, melyen idén is a helyi asszonykórus és a helyi óvoda növendékei adtak műsort. Az esemény kinőtte a korábbi évek helyszínét, a közösségi házat, így idén a római katolikus templomban valósult meg. Az est során Szamosvölgyi Péter polgármester is köszöntötte a megjelenteket, aki szerint nagyon fontosak az ilyen rendezvények, és örömét fejezte ki, hogy a nemzetiségi önkormányzat egész éven színes programokat szervez és valósít meg. Élettel töltik meg a település kulturális és többször gasztronómiai programjait is, hiszen itt nem csak karácsonykor, hanem bizony élidőszak második felében többször volt olyan disznóölés, ami 7 országra szólt. Úgyhogy sokat dolgoztak, és vannak hagyományos rendezvények is, de vannak újszerűek is. A karácsony a hagyományos rendezvények közé tartozik. Kíváncsi vagyok, mert eddig mindig a faluházban volt a program, ahol egyébként alig lehetett már elférni, olyan sokan voltak, hál' Istennek. És most először a római katolikus templomban van a program megtartva. Én azt hiszem, hogy egy jó választás volt, hiszen ha valamivel összeköthető a karácsony, a karácsonynak a misztériuma, akkor az természetesen egy templom kell, hogy legyen. A polgármester ezúton is köszöni a nemzetiségi önkormányzat munkáját és a csatolt település rész minden lakója számára áldott, boldog és békés karácsonyt kíván. Az üzenete a rendezvénynek, amit az elején is mondtam, hogy ugye a hívő embereknek a Jézus születése, most ugye még a várakozás, az advent időszakában vagyunk, a nem vallásos embereknek pedig a szeretet ünnepe, és talán ha
mélyebbre nézünk, a kettő valahol találkozik. A Jézus születése az, hogy az Atya a megváltót küldte a világnak, tehát úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És akik pedig ugye nem Isten hívő emberek, ők is ünnepelnek ezen a napon, akkor költözik a házukba békesség és boldogság, ha ott szeretet lakik. Az új helyszínt is megtöltötték az érdeklődők, akik emelkedett hangulatról számoltak be, így a szervezők tudják, jól döntöttek, mikor a templomba hívták össze a lakosokat. A Sátoralja újhelyi Lavotta János kamarazenekar 33. alkalommal várta a komoly zene kedvelőit a Városháza dísztermébe. A már hagyományos karácsonyi koncertjük keretében ismét lehetőséget adtak arra, hogy igazán különleges zenei darabok segítségével a lelki feltöltődés is megvalósulhasson közönsége soraiban. Ezen az esten az Intervox női kar is csatlakozott a kulturális programhoz, ami még teljesebbé tette a karácsonyi készülődést. A 34 éve alapított Lavotta János kamarazenekar minden esztendőben lehetőséget ad a komoly zene kedvelőinek arra, hogy a legszebb művek segítségével a karácsonyi ünnepekre való feltöltődést lelkileg is megéljék. Így volt ez idén is, amikor nagy érdeklődés mellett ismét megtelt a Városháza díszterme. A szent zene, így fogalmazott Dombóvári János azzal a repertoárral kapcsolatban, amelyet most hallhatott a közönség. Azt gondolom, hogy az adventhez nem is lehet más lelkülettel közelíteni. És ha abból indulunk ki, hogy kétszer imádkozik az, aki jól, szépen énekel, és én a hangszeresekre is értem ezt a Szent Ágostoni gondolatot, legalábbis neki tulajdonítják, akkor ha egy ilyen bűnbánati időszakban és az elcsendesedés időszakában bármit muzsikálunk, a zenetörténet már hitelesítette azokat a műveket, amelyeket nyugodtan nevezhetünk szent zenének, hiszen hogyha a kamera vehette volna a hallgatóság arcát, annyi könnyet, nem sok hangversenyen lehet látni, mint ami a mai hangversenyen is volt. Bár ebben az évben is el kellett búcsúzniuk a kamarazenekar tagjainak, egyik legnagyobb mentoruktól, Rolla Jánostól, a Kossuth Díjas hegedűművésztől, a Liszt Ferenc kamarazenekar koncertmesterétől, érdemes művésztől, az Zemplényi Művészeti Napok alapítójától, mégis minden esztendőben kapnak valami pluszt a zenészek annak érdekében, hogy szeretettel zenéljenek. Dombóvári János szerint külön öröm számukra, hogy egykori diákjaik ma zenésztársaik. Már akkor fontos volt számunkra, hogy a fiatalságot, az akkori zenei pályás növendékeket beültessük. Nyilván akkor még szerényebb műsort tudtunk bevállalni, de azóta itt vannak közöttünk művészként, tanárként, és tovább éltetik ezt a Krisztus korú kamarazenekar. A 34 éve alapított kamarazenekar csupán egyetlen egyszer nem tarthatott karácsonyi koncertet, azt is a Covid időszakban. De ettől függetlenül minden éven teltház előtt játszották az adventi időszakban örömzenéjüket. A Sátoralja újhelyi Georgikon görögkatolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképző iskola és kollégium egyik cukrász tanulója vett részt egy 3 hónapon át tartó franciaországi szakmai gyakorlaton az Erasmus Plus program keretében. A fiatal az ott eltöltött idő során betekintést nyerhetett a francia cukrászatok működésébe, és megismerhette az ottani édességeket. Makaron, croissant, éclair funk. Néhány francia sütemény, melyet talán mindenki ismer. Most többek között ezek elkészítésének rejtelmeiben nyerhetett betekintést Lukács Levente, a Sátoraljai újhelyi Georgikon görögkatolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium cukrásztanulója, aki 3 hónapon át vett részt egy franciaországi szakmai gyakorlaton. Kelet-Franciaországban, Bar-le-Duc városában. Ez egy kis város, és itt egy partneriskolában voltam elhelyezve,
Itt kaptam egy stúdiólakást, és egy cukrászdában dolgoztam a 3 hónap alatt. Az elején nagyon nehéz volt, mivel nem tudtam franciául, ők pedig nem tudtak angolul, de ahogy telt az idő, egyre jobban tudtam franciául, és így egyre többet bíztak rám, egyre több munkát, egyre több süteményt, és a végére elég jól ment. Hogy milyen süteményeket? Pont nem a tipikus francia süteményeket, leginkább monodesszerteket készítettünk, illetve rengeteget csokiztunk. A fiatal arról is beszélt, melyik ott megtanult édesség hagyta a legmélyebb nyomot benne. Nagyon sok olyan sütemény volt, amelyet nem ismertem, illetve volt olyan, amit már ismertem, de másképp csináltunk itthon Magyarországon, viszont ami a legjobban megfogott, az talán az epresmálnás musztorta volt. Egy alap piskóta réteg, rá egy epres és málnás ropogós réteg, erre egy eper, illetve egy málnamusz réteg, és ezt díszítettük gyümölcsökkel, illetve santékrémmel. Levente már járt ugyanezen a településen Erasmus program keretében, ám akkor másokkal együtt és csupán 2 hetet töltött ott. Most azonban teljesen egyedül csinálta végig a 3 hónapos gyakorlatot, persze egy mentor segítségével. A Sátoraljóújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ matinéval egy bekötött kézműves foglalkozásra várta a gyerekeket. A program egy rajzfilm vetítéssel kezdődött, majd különböző karácsonyi díszeket és dekorációkat készíthettek a gyermekek szüleik, nagyszüleik segítségével, mindez beigli és meleg tea kíséretében. A művelődési központok számára az év során vannak kiemelt időszakok, mikor a szokottnál több vagy éppen nagyobb programot kell megvalósítaniuk. A nyári fesztivál szezon mellett talán a második legsűrűbb időszak a december, amikor egy egész hónapon át a karácsonyra hangolódás zajlik. Így van ez Sátoraljóújhelyen is. Karácsony közeledtével az adventi hétvégék szervezése mellett természetesen a kicsikre, a gyerekekre is gondolunk, és már megszokott dolog, hogy olyan gyerekprogramokat szervezünk, ahol a mozivetítést, karácsonyi ajándékok, díszek készítésével, játszóházzal, illetve kézműves foglalkozással kötünk egybe. Ezért tettük ezt a mai napon, így szombati napon, hiszen már jövő héten nagyon közelít a karácsony, és így jobban ráérnek a kicsik mellett a szülők is, hogy eljöjjenek. Ilyenkor hagyományosan egy matiné vetítéssel kezdődik a program a moziban, melyet a játszóház vagy kézműves foglalkozás követ. Ez korábban a pódiumteremben volt, most azonban a karácsonyi hangulatba öltözött Latabár kávéház adott otthont neki. Ebben a megkét környezetben szép karácsonyi zene mellett várjuk a gyerekeket. Nagyon örülünk neki, mert nagyon szép számmal jöttek, kicsik, nagyobbak, felnőttek kíséretével, szülők kíséretével lehet készíteni ajándékokat. Lényegében mondhatom, hogy kollégáim is ugye pedagógus végzettséggel rendelkeznek, tehát nem áll tőlünk távol, hogy ezeket kitaláljuk. Először előtte elkészítettük a minta díszeket, ajándékokat, és itt egy kis begli, illetve forró teja mellett, kínálása mellett. Reméljük, hogy elég sokáig itt lesznek szombati nap folyamán, úgyhogy örülünk neki, hogy eljöttek. Sok gyermek kíváncsi volt a foglalkozásra, a legkisebbektől a nagyobbakig. 6 és 4 éves gyerkőccel érkeztem, 2 kislányom van. Nagyon szeretik ezeket a rendezvényeket. Most már az óvodában is elég sokat vesznek ilyeneken részt. Nagyon szeretik, mert tényleg színvonalasak ezek a rendezvények, és olyan dolgokat tudnak itt a kézműveskedésen csinálni, amit esetleg otthon annyira nem. A Kossuth Lajos Művelődési Központ még idén is és jövőre is egész évben várja a változatos program kínálatával az érdeklődőket. Végül pedig nézzük legfontosabb híreinket ismételten egy-egy mondatban. Megkezdték a romos épület bontását a Barátszer és Hunyadi utca kereszteződésében. Karácsonyi koncert a Lavota János Kamarazenekar 33. alkalommal várta a komoly zene kedvelőit a Városháza dísztermébe. Erasmus Plus a francia cukrászat rejtelmeit tanulta a Sátoraljóújhelyi diák. Kedves nézőink, én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben holnap este 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra!